A Zengő Hőse címért is indulnak a hétvégén a kerékpárosok hosszú hetényben, ezt egy évig birtokolhatja majd a kategória győztese. A pálya maga alkalmas arra, hogy a családok, apa, fiú és az egész család is akár teljesítse, de aki versenyszinten szeretne végigmenni a pályán, őnek is élvezetes lesz a pálya vonalvezetése miatt. Körpályáról van szó, tehát a családok, a hozzátartozók, a versenyzőjüket a rajtcél területen, a hosszú távos akár háromszor is tudják látni. Három frissítőponttal készülünk, bár ahogy látjuk az időjárás jelentést, az kedvezett a versenyzőknek. Próbálunk minél teljes körülbelül és profiből szervezést csinálni. A kerékpáros megmérettetések nem állnak messze a településtől. 2012-ben ugyanis Zengő Grand Prix néven már volt egy országúti bicikli verseny. Aztán volt egy pár év szünet, és most újra sikerült ezt a rendezvényt egy mountain bike versenyen kiegészítenünk. A verseny tekintve ez a hosszú etény elkerülő út és hosszú etény belterületét érintő útvonal, ami egy eléggé szintes verseny, egy elég gyors pálya, én szerintem nehéz is. Különböző kategóriákban különböző távot kell menni, tehát ez 7 körtől, ezek a picik, U17, egészen az elitig, akik 13 kört mennek majd. A versenyre online is lehet nevezni a www.hetényikerekezes.hu honlapon, vagy a helyszínen szombaton 8 és 17 óra között, illetve vasárnap 8 órától 9 óra 45 percig. A megmérettetést családi nappal is egybekötik, hogy minden korosztály megtalálja a neki tetsző programot.